Az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett iskolában az erdő program három interaktív előadással látogatott el a Hunyadi iskolába. Erre az előadás sorozatra a magyarországi általános iskolák pályázhattak, idén 500-an jelentkeztek rá. A program célja a környezeti nevelés segítése a köznevelésben. A témánk ugye az erdő, illetve a fenntarthatóság, hiszen a program célja, hogy a környezeti nevelést megtámogassuk egy ilyen interaktív erdőpedagógiai foglalkozással, és úgy hozzuk el az erdőt a tantermekbe, hogy ezzel a legtöbb gyereknek tapasztalatokat, élményeket tudjunk biztosítani az erdőről. Mi az, amiket hoztál magaddal ide az iskolába? A programunkhoz tartozik egy molinó, ahol egy kemény faliget erdő látható. Ezen bemutatjuk az erdőnek a hihetetlen gazdagságát, fajgazdagságát, állatok, növények, gombák találhatók rajta, és a gyermekek számára egy kereshető, böngészhető formában. Ezen kívül interaktív tábláink tartoznak a foglalkozáshoz, amelyiken az erdei élettereket tudjuk bemutatni, párhuzamba állítani, állítva a városi, az emberi életterekkel, illetve az erdő ajándékait mutatjuk be, hogy mi az a rengeteg sok minden, amivel az erdőből mi is profitálhatunk, illetve, hogy a fenntarthatóságot még inkább erősítjük, ezen a táblán a újrahasznosítható csomagolásokkal is tudunk foglalkozni a gyerekekkel. Nyilván minden korosztálynak differenciált foglalkozásokat kapnak, tehát nyilván egy első osztályosnak másról mesélünk, mint egy nyolcadik osztályosnak, de a téma az ugyanaz, a fenntarthatóság, az erdő élővilága. Ezen kívül vannak természetből hozott eszközeim, a harkályodú, egy hódrágtafa, bagolytól, széncinegefészek, taplógomba, amikkel a gyerekek meg is foghatják, meg is tapogathatják, megtapasztalhatják az erdő által nyújtott érdekes élményeket. A rendhagyó órán a minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai beszélgetnek a gyerekekkel az erdő és a fenntarthatóság témakörében, illetve ellátják az iskolát a témakörökhöz kapcsolódó játékokkal, eszközökkel, segédanyagokkal. Pályázat keretében nem csak a foglalkozást kapják az iskolák, hanem kapnak egy csomagot, amiben társasjáték, mesekönyv, füzetek, plakátok találhatók. Ezzel is szeretnénk segíteni az iskolában a pedagógusoknak a további munkáját, illetve egy rovarhotel, darázsgarázs, amit az iskola udvarát tudja színesebbé tenni. Az iskolában az erdőprogram nagy sikerrel zajlik, melynek lesz folytatása. Ősszel ismételten lehetőségük lesz az iskoláknak pályázni az interaktív előadásra.